10 év a klasszikus drogok helyébe telt, amit mindenki ismer. Azt hittem, hogy már nem érett meglepetés, akkor jöttek a designer drogok, a kristályok és a társaik, amiket a neten rendeltem, és a postás hozta ki. 12 napig ébren voltam tőle, én nem tudom, hogy tudtam ébren lenni 12 napig, a 8. nap után ittam. Igazából ki kellett volna már száradnom, nem tudom. Megmentett a jóisten. Akarom szarni, a haverod vagyok, és a haverok a végén mindig győznek. A nők is szeretik az olyan férfit, aki lépten nyomon bántja őket. Megalázza, beliültető, hogy a férfi az első, a nő a második, a műsor végül az agyába épül, és elhiszi, hogy az egyetlen út, ha kiszolgálja az összes nyugodt senkit, aki csak az útjába kerül, és a gondja elől, hiába menekül a piába, vagy bármi másba, ami szédít. A dolgán ez már túl sokat, úgysem szépít, mégis kell neki valami, szépen lassan minden, de minden, de minden leépít. Igazából ittam a koncerten egy rumos teát közben, hogy a hangom azért rendben legyen, de nem voltam befüvezve, és semmilyen más kemény drogot. Most nem sorolom ők a nevüket, mert nem akarok drogreklámot csinálni, de se designer drog, se hagyományos drog nem volt bennem, igen, ez nekem nagy dolog. A drog az azért volt egy varázslat, mert az alkohol ellentétben más nem is tetszettek. Jé, ezek az asszociációk nem jutottak volna máshogy eszembe, úgy éreztem. Az felszabadított, mint eltűntek volna az őrzői. Mikor először beszívtam, az olyan érzés volt, hogy nem volt ott az alkohol, hogy jó, most akkor írd meg a nagy dolgot, amit meg akarsz írni, de előtte igazítsd meg ötször a függönyt, nézd meg háromszor a papucsodat, meg az árat, tehát én kényszeres voltam, és ezek mindig elterelték a gondolataimat, és ezek az őrzők, ezek így akkor eltűntek. Felszabadított. Hogy szépen lassan mindenünk leépül, nem sokára elmúlik a nyár, minket egytől egyik felszabál az élet, ezután mi vár? Nagyon nagy önbizalmat és munkakedvet adott nekem, viszont a munkakedven kívül, ami a legfontosabb dolog, az életem minden más területén a munkában is hátráltatott. Tehát ez benne a nagy csavar, hogy igaz, hogy megadja a kedvet, viszont minden másban csak legyengít, nem tudom megpengetően erősen a gitárt, azért játszottam ülve, mert nem tudtam elállni. Én a munkához használtam, hogy anyagot gyűjtsek, viszont már nem tudtam szerkeszteni, mert elkezdtem szerkeszteni, na itt ez a dal van hozzá 500 sor, ez le kéne metszeni 30 sorra, de mivel betéve volt csak kedvem dolgozni, betéve nem szerkesztettem, hanem új dolgokat írtam, ezért lett 600 sor. Amikor elhatároztam, hogy elmegyek egy elvonulóra, egy olyan, mint a kis Tibi, akkor előtte volt ez a 12 napos ébrenlét, a 8. napon ittam először egy kort kólát, ez biztos. Én sem tudom, hogy olyan történt. A 13. napon egyszerűen többiek kifeküdve találtak rám a konyhába, akkor lementem, hogy vegyek még cuccot, és sose felejtem el, lendült egy, a dílerem ott volt, és ott volt bele egy kis csávó, akinek így kimond borotva a szemüldöke, ott ült a padon, és mondom, ez a 12. napom, azt mondja nekem a 13. Tényleg olyan, mint ha álmodnék, ez ugyanolyan, mint egy álom, csak az a különbség ugye, hogy az álomra, mikor visszaemlékszel, tehetetlen részvevője voltál az eseményeknek. De van azért a tudatos álom, és nem mindegy, hogy az álomban ébredsz föl, vagy az álomból. Álmodom, néha már fényes nappal álmodom, a múlt időkre nyílik az ablakon, és a pillanat törékeny szárnyakon. Már itt repül, elkapni nem tudom, vagy csak álmodom. Olyan, mint hogyha én egy szellemi búvár lennék, akinek le kell menni a mélyre, és utána megmondom az embereknek, hogy ott mi van, hogy igazából kár érte, hogy ott sincs a kerítésen túl, sincs semmi érdekes dolog, mert egy nagyon egyszerű trükkje van a világnak, olyasmibe kényszerítenek minket, amit magunktól is tennénk. Mint ha belenyomnák a fejedet a kedvenc ételedbe, és attól megutálod, és kíváncsi, hogy mi van a kerítésen kívül, ez semmi. Szar, nincs semmi. Ma is ugyanúgy a választ várod pont, ugyanaz a választ várod pont, úgy, ahogyan elképzelted, pont úgy, ahogy mindig vártad. A lejtőn túl, az újabb lejtő, a viharon túlról, az eső felhőkkel együtt érkezel. Mit tegyek, hogy lakat vagyok, csak a saját számon, amitől eddig féltem, azt alig várom. Megismertelek, nem ismertél meg. Hát az elvonulatom nem segített, mivel egy nap után én azt mondtam, hogy zúzok vissza Pestre tépni, úgyhogy mondtam a többieknek. Úgy lett vége, hogy december 29-én tavaly
megkértem barátaimat, hogy hívják ki a mentőket. Kihívták rám, aztán így nem akartam beszállni a mentőautóba, akkor kijöttek a rendőrök is. Nagyon brutálisak voltak, átkutattak, hogyha lassan mentem, azt mondják, gyorsabban menjek, hogyha gyorsan mentem, akkor állj, ne kapkodjak, tehát rettenetesen bunkok voltak. Nem tudom, hogy ilyenek-e mindenhol a világon, vagy csak ez a kettő közeg volt az, de iszonyat volt. Viszont mindent megtaláltak, mindent elvettek tőlem, kívül a drogot, ami benn volt a dohányos zacskomba. És azt utána, amikor visszakaptam a kabátomat a rehabon, akkor amikor már gyógyuló félben voltam, akkor megtaláltam, és akkor volt az utolsó drogozásom, belenyalintottam egyet, jöttek be anyámék látogatni, de hát kb. Ilyen fejem volt. Megijedtem tőle, kidobtam egy csatornán, mondták, hogy akkor keressem meg, elmentük a barátnőmmel, megkerestük, és akkor odaadtam anyámnak, és soha többet nem láttam ezeket a Császár Mozsa nevű kristályok. Kérdeztem a dílelemtől, hogy mi ez a cucc, és mondta, hát nem mindegy, mi a neve, Császár Mozsa. Igazából rajtam tesztelték ezeket a dolgokat, úgy nézett ki a dolog, hogy kitette egy ilyen 10 ilyen zacskót fehér porral, belenyolítottam az elsőbe, ez nem fog bejönni. Belenyolítottam a másodikba, semmi. Belenyolítottam a harmadikba, arra sem emlékszem, hogy kísértem ki őket, és eltelt két nap, és mondom, na ezt adjátok ennyiért, ezt meg amennyiért, mert hogy ez ilyen cucc, és emlékszem, hogy srácok ott ültek, és bölcsek, hogy egy feszült figyelme, és akkor jöttem rá, hogy ez komoly. És kérdeztek, hogy de mégis 10-es skálán. Rád nézek a szemed, véredes, kiszullak, kábítószeres, bújj elő, és elmondom, mi van, sávonként állítom magam, itt bennem mindig fogható bömböl, az IQ rádió mindenütt jó, de messze a legjobb. Bevittek a Péterfibe, akkor vért akartak venni, attól rettegtem, már teljesen be voltam tépve, akkor lassan leültettek, és elkezdtek felém így szépen az ápolók, meg a rendelői közelni, fölém hajoltak, annyit éreztem még, olyan érzés volt, hogy egy ilyen tűt beromtak volna a kezembe, és onnantól kezdve eltelt két hét, és akkor úgy ébredtem, hogy ki vagyok kötözve, illetve először nem voltam kikötözve, a katétert egyfolytában ki akartam húzni, és akkor mondták az a betegtársaim, hogy akár meg is nyomoríthattak volna igazából, szóval nagyon megúsztam, tiszta véres volt a gatyám mindig, és kikötöztek, én meg kiabáltam, szóval rettenetes élmény volt. Magam azt értem, akkor még eleinte 21 gyógyszert adtak naponta, aztán szépen lecsökkentették, és a végén már az volt, hogy már csak lefekvéshez kellett bevennem egy Deponexet, és akkor azt is lecsökkentettük nullára, és utána haza is engedtek. És emlékszem, Müller Péter barátom eljött meglátogatni, és a beszélgetés egy pontján azt mondta, hát nagyon örülök, Robi, azt hittem, hogy most már vele csak az időjárásról lehet beszélgetni. De nem. Ugyanúgy mondtam a hülyeségeimet. A kortársaim is körültem jobban megöregedtek, mint én. Most itt mondják, a drogkonzervál? Nem tudom, nem akarok drogreklámot csinálni, mert hülyeség. Akinek nem ez a dolga, az ne ezt csinálja. Akinek meg az a dolga, az meg ne panaszkodjon. Nekem már annyi dalom és annyi írásom van, ami az éveim száma, amit itt még eltöltök a Földön, az kevesebb, mint amennyi lemezt, filmet, mindenféle írományt tudok publikálni. Szóval megtörtént. Most már jön az aratás, mint egy dalfa, ahol megértek a gyümölcsök, és most jön az egésznek az aratása, a szerkesztés és a folyamatos publikálás. Szeretném magamat kipróbálni, mint amikor a Beatles elment Hamburgba, hogy egy kicsit pallerozzák magukat, és ott játszottak, mit tudom én, napi 5-6 órákat, aztán visszajöttek Liverpoolba, és akkor az volt, a srácok, akkor kell játszani egy fél órát, és akkor hát a gyerekjáték volt már. Úgyhogy el szeretnék menni utcazenélni. Londonba kiállok az utcára, és rengeteg angoldal tudok, amiket szeretnék eljátszani, de itt nem merek, úgyhogy egy kicsit utcazenélek. Napi 3 óra, és visszatérnek az akkordok, és nem tudom, ezt mondták nekem, hogy tőlem ezt elfogadták, hogy kicsit hamiskásan énekelek, meg ez az alternatív izé. Szeretném ezt a kis hamiskásságot eltüntetni. Profi akarok lenni, és ez egyetlen módja, hogy rávegyem magam, hogy gitározzak, énekeljek. Kiemel, ringat engemet, kinyitnám én a szemem, de már nem lehet, mert elolvadt a világ, de a közepén. Köszönjük szépen! Anya ül és ott ülök az ölében. Minden este imádkozok magamban egy picit. Minden este imádkozol, és mindig másról? Nem, hogy mi atyánkat elmondok, meg azt, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz én szüleimre, és az én jó testvéremre, hogy amire a nap fel kell, csókolassuk egymást reggel. Amen.